Nyolcadik éve rendez nyári kosárlabdatábort a Ceglédi Kosárlabda Klub az utánpótlás korosztályoknak. A szünidei edzéseket kifejezetten a klub fiatal játékosainak szervezik. Általános iskola első év folyamától a végzős gimnazista korosztályig. Reggel az életkornak megfelelő futóedzéssel indítanak, majd pedig úsznak. A kosárlabda edzések délután vannak korosztályokra bontva. A kosárlabda tábor alapvető célja az, hogy mire eljutunk szeptember közepe végén, kezdődnek a bajnokságok, akkor már fittek legyenek, erősek legyenek, a fejüket felkészítsék a kosárlabdára, mert ehhez bizony nagyon sok mindent be kell gondolkodni kosárlabda közben, és hogyha két héttel azelőtt találkoznak először labdával, hogy az első meccset el kell kezdeni játszani, akkor nem tudnak koncentrálni. Az utánpótlás csoportok célja pedig nem más, mint feljutni a felnőtt korosztály versenycsapataiba. 2-3 általános iskolába dolgozunk, előkészítő kosárlabdát tartunk, és aki harmadikos korában még nálunk kosárlabdázik, őket országos bajnokságba indítjuk. Kenguru korosztálynak hívják a legkisebb korosztályunkat, és ahogy nőnek, mindig lépnek tovább és tovább. Hát gyerek hiánnyal küszködünk jelen pillanatban, mert hál' Istennek Cegléden nagyon sokféle sportot lehet űzni. Ennek az a következménye, hogy a gyerekek sok mindent kipróbálnak, másba szeretnek bele, de aki itt marad nálunk, az egy nagyon profi első osztályú csapat utánpótlásaként országos bajnokságba szerepelhet. Hegedűs Nóra a gimnázium hatodikos diákja, aki azt mondja, az edzés végi meccseket élvezi a legjobban. 2 éve kosarazok, 4. elején kezdtem, azóta mindig mondja, hogy egyre próbáljuk fejleszteni a kosárlabda tudásunkat, most már serdülő korosztályban játszunk, és egyre többféle stratégiát próbálunk belevinni a játékunkba. A fiatal játékosok legtöbbször Kecskeméten mérkőznek meg más csapatokkal, és egyre több győztes meccset játszanak.